Az őszi szezon talán legnagyobb meglepetését hozta a 14. forduló, a tabella hátsó régiójában tanyázó Máté Szalka 1-0-ra legyőzte a listavezető Ibrányt. Egy mérkőzés végződött döntetlenre, a Vásárosnavény Gyulaháza találkozó 2-2-vel zárult, a Tarpa Tiszakanyármeccs pedig a köd miatt félbe szakadt. A Tiszavasvári 3-1-re múlta felül a Baktoló Rendházát, a Nyírgyulaj szintén 3-1-re verte a Balkányt, miként a Mándok-Fehérgyarmat összecsapás is 3-1 és hazai sikerrel zárult. A Nagyhalász 2-1-re győzte le a Kisvárda második csapatát, a Nagyecset pedig Csengerből vitte el a 3 pontot 2-0-ás sikerével. Úgy gondolom, magabiztos győzelmet arattunk, játékunk az lehetett volna jobb is, de annak örülök viszont, hogy a múlt heti súlyos vereség után úgy gondolom, hogy talpra álltunk. A tabella élén a 30 pontos Ibrány áll megelőzve az egyaránt 29 pontos Nagyhalászt és Nagyecsedet. A Nagyecsed hazai pályán a Nyírgyulaj ellen zárja az őszi szezont. A dobogó a cél, tehát ezt illő lenne én úgy gondolom behúzni, tehát télen ott kéne telelnünk valamilyen szinten. Nagyon nehéz lesz, mert Nyírgyulaj jön, ugye ő is egy élcsapat. Hát én nagyon reménykedek abban, hogy egy eltítottunk visszatér, védelmünk stabil lesz, és valamilyen szinten be kell húzni ott a 3 pontot. A forduló további párosítása a következő: Kisvárda 2 Tarpa, Tiszakanyár Tiszavasvári, Gyulaháza Máté Szalka, Mándok Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat Csenger, Balkány Vásárosnamény és Ibrány Nagyhalász.